Szent László Kulturális Mély Alapítvány egy nem hétköznapi előadás szervezett, egy nem hétköznapi személy számára. Kicsikét lófutában, lóhalálában érkeztünk meg Budapestről egyenesége Nagyváradra, és azt gondolom, hogy elég pontosak lettünk, tehát gyakorlatilag fix belőttük, jól, hogy 6 órára ide értünk, senkit sem tudtunk megváratni így ezáltal. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és nagyon-nagyon nagy különben is tisztelettel köszöntöm Drábik János közé, urat, itt Nagyváradon, szeretettel köszöntünk itt János köztünk. Köszönöm a szívélyes fogadtatást, hogy higgyék el, hogy bár az egy bátor tett, hogy eljöttek, hogy itt vannak. Na már most azért én szeretnék néhány olyasmit mondani, azért, amit máskor mások nem nagyon mondanak. Én innentől át is adom a szót, úgyhogy mindenki. Ja? És tanulást kívánok. Tessék. Ja. Ja. Én visszaadom. Visszaadtam. Ja, jó, akkor mindig valami hibát csinálok, nem vagy? Tehát most elkezdem. Parancsolj. Tehát az előadás címe a civilizációk harca és a magyar nemzet. De az idén a kolozsvári állami magyar színház igazgató főrendezője följött a lakásomra, és megkért, hogy tartja csak előadást Kolozsvárat. Na most, anélkül, hogy ő ezt velem egyeztette volna, nem mondta meg, hogy mi lenne az előadás címe. Én csak akkor tudtam meg, hogy mi az előadás címe, mikor meghirdette a színháznak a havi előrejelzését, és akkor tudtam meg, hogy az előadás címe Orwellia és a magyarság. Na már most ezen eltűnődtem. Hogy jön össze a kettő? Orwellia és a magyarság. Én ugyan írtam egy könyvet Orwelliáról, de azért ez nekem föltette a kérdést. Mit is lehet itt csinálni? És miután megindultak még én a számot kisegítottam, és megindultak a támadások ellenem, körülbelül 9-iket írtak, annyira tudok én. És ezek magyar lapok, de aztán átvették a román lapok. Sőt, még angol lap is. Mert hát én egy Conteo Cézár vagyok, nem akármi. Úgyhogy, tehát ezen egy önvizsgálatot tartotta, hogy miért van ez, hogy tehát ennyire nem tud elfogadni a kolozsvári közönség engemet, akiket én nem ismerek, mert én soha életemben Kolozsváron előadást nem tartottam. És elemezve Tompa Gábor igazgató főrendezőnek a címét, hát én úgy gondoltam, hogy ezúttal, ami nem szokásom, bemutatkozok. Hogy kolozsváriak engem nem ismernek, hát bemutatkozok. És egy oldalba a bemutatkozásomat leírtam, annál is inkább, mert ezzel ellensúlyozni akartam a bírálatokat, mondom, amik úgy értek, hogy én még kisegítottem a számot. És hát ez körülbelül arról szól, hát természetesen én fejből mondtam volna, csak azért írtam le, hogyha kell és lehetséges, valahol megjelentetem.
ami sikerült is. Ugyanis az történt, hogy az igazgató főrendezőt először számon kérték Lisszabonban, mert ő ugyanis az Európai Unió Színházi Szövetségének az elnöke. Utána számon kérték Bukarestben, hát hiszen a bukaresti költségvetésből fizetik a Kolozsvári Állami Magyar Színházat, tehát ott is számon kérték. És még ki tudja, hol kérték számon, és hiába adott egy nagyszerű, ilyen nagyszerű címet, hogy Orwellia és a vajarság, hát úgy döntött, hogy valahogy elhalasztja ezt az előadást. És amikor ezt velem közölnie kellett volna, hát nem közölte. Ugyanakkor pedig, akik a támadást intézték, mentek a színház elérhető vezetőihez, hogy mi van a drámékkal? Miért nem jöhet? Senki nem volt hallandó semmit mondani. És utána egy hölgyről van szó. Fölhívott, és hát kérdezte, hogyha senki nem tájékoztatja őt, akkor tájékoztassam én. Erre én azt válaszoltam, hogy nézze asszonyom, nekem vannak hipotéziseim, de ezeket önnek nem mondom el. Annál is inkább, mert azt is tudom, hogy be van kapcsolva a telefonja, ott ahhoz nekem az én engedélyemre lenne szükség. És ahogy most fölhívott telefonon, korábban is fölhívhatott, mielőtt megtámadt. És szegről végről kollégák voltunk, mert én a Szabad Európa Rádióra vezető program szerkesztő voltam, tehát ebben a szakmában működtem, és amit ő csinált, az nem volt egy fair megoldás. Ezt így fair, tehát unfair módon nem lehet csinálni. Na most úgy néz ki, hogy ő ezt belátta, mert azért én azt mondtam neki, mert már készen volt az a egy oldal, hogy én azt interneten elküldöm neki, hozza le, vállalja-e. És azt mondta, hogy lehozza. Igaz, hogy lehozta, de mindenféle kommentárral. Na, ennek az a lényege, hogy én elmondom magamról, hogy én egy olyan városban születtem, amely kétszer is átélte a világháborúnak a összes, hát egy szenvedéseit, és még persze plusz egy kommunizmus is rá, és ennek a társadalmának az örvényléseiből valahogy egy 9 gyermekes család tagjaként elindultam, és amerikai kitérővel amerikai állampolgár is lettem, és Németországig megérkeztem a posztmodern 21. századnak a magaslataihoz. És ezek a magaslatok Orwellia. Mit tudtam volna mondani? De aztán már azzal folytattam, hogy én nekem Orwellia magaslatai nem nagyon tetszettek, mert már elárasztották a bomló liberalizmusnak a gőzei, gázai, és egy enervált, morbid, dekadens világnak bizonyult.
És ráadásul megfeleljeli, és most jön a mai előadás, megfeleli azzal a világtörténelem, hogy ténylegesen világcivilizációk cseréje zajlik. Az egypólusú világból lesz többpólusú. A hegemon által írott szabályok helyébe újból a mindenkire egyfirmán kötelező nemzetközi jogrép, stb. És utána fölteszem a kérdést, hogy egy ilyen bonyolult világhelyzetben mit tehet a magyar nemzet? És ez nem volt könnyű erre válaszolni, hogy mit tehet. Tehát valami olyasmit kellett mondani, amit tényleg megtehet. Tehát nem vitás, hogy megteheti, és azt írtam oda, hogy reménykedhet. És de azért hozzáírtam, hogy a világtörténelemben semmi nem örök, csak a változás. Tehát nekünk nem kell ragaszkodni ahhoz, ami van, mert ami van, az átmeneti. És ami pedig állandó, az a változás. És azt is hozzáfűztem, hogy hát ez reményt adhat a magyarságnak, meg hogy hát ne nyaljuk a sebeinket, és a magyarok is lássák be, hogy a reménytelenek kedvéért adatott meg számunkra a remény. És legyenek készen, mert ha csönget a történelem órája, akkor hozzák meg a bölcs, és határozott döntés, és utána mondtam, hogy köszöntök mindenkit Kolozsváron, stb. Az utolsó mondataim így szólnak, hogy kérem, minél többen vegyenek részt jó szándékú magyaroknak a eszmecserén, mert hiszen a közös gondolkodás az segítheti a magyar népet ahhoz, hogy ezeket a vészteres időket is átvészeljem. Na ez volt körülbelül a szöveg. Na most ezt a szöveget ez a hölgy lehozta kommentárral. És amikor idejöttem, és arra gondoltam, hogy ezt mégiscsak itt elmondom, hogy itt miért nem kellett nekem így bemutatkozni. Hát én harmadszor vagy negyedszer vagyok itt, és soha nem volt szükség arra, hogy én így bemutatkozzak, mert mindenki tudta, hogy hová tegyem. Ez most abba marad. Mielőtt konkrétan a civilizációk cseréjére térek át, tényleg csak igen nagy vonalakban el akarom mondani, hogy a mostani háborúnak valójában már 1897-ben, 98-ban, jól mondom, a 20. századon előtt, kitűzték azt a célját, hogy megsemmisítik Németországot, és megsemmisítik Oroszországot. Na, kik voltak, akik ezt kitűzték? Hát kérem szépen, ugye, hát elhoztam azt a kiváló tudósnak, Carol Quigley-nek az utolsó nagyszerű könyvét, ahol a háttérhatalomról ír. Tehát
az, amit én elkezdtem, egyébként ma már átvette minden Kátéra, de amikor én ezeket először írtam, akkor nagyon megvetettek érte. Most már szívesebben mondom, hogy államok feletti hatalom, mert még precízebb. Szóval az államok feletti hatalom, amely akkor már a világ uralomnak a birtokosa volt, úgy látta, hogy Németország és Oroszország veszélyezteti a világuralmát, és ezt a két országot meg kell semmisíteni. Az, hogy Németországot hogy semmisítették meg, az a szemünk előtt zajlott le, mert ma azért mondom, hogy nincs Németország, mert nincs olyan német kormány, sőt német politikus, sőt német diákmozgalom, amely a német érdekeket fogalmazná meg, és akarná érvényesíteni. A jelenlegi német politikai rendszer, az teljes mértékben beigazodott a világbirodalom, már meglévő világbirodalomnak a rendszerébe úgy, mint egy tartomány. Tehát manapság Németország, egész Európa, Magyarország is annak a világbirodalomnak a tartománya, amelynek a hegemon vezető országa még az Egyesült Államok, de és pontosabban az Egyesült Államok felett uralkodó 3500 éves múltra visszatekintő hatalom gyakorlásban jártas közösség, a világhatalom birtokosa. Itt kezdek már olyan helyre tévedni, ahol már nagyon vigyázni kell. Szóval lényeg az, hogy Németországot megsemmisítették, de Oroszországot nem semmisítették meg. Mert az Oroszország megsemmisítésére az volt kitűzve, tehát már 1897-98-ban, hogy feldarabolják. És egyszerűen értem, érték el. Oroszország jó, hogy úgy mondjam, a széleket, az sikerült leválasztani. De az a terület, ami megmaradt orosznak, az is 17 millió négyzetkilométer. Ez a világ legnagyobb területű országa. És jó, a lakossága körülbelül 150 millió. Na de ennek a 150 milliónak van 6000 nagyon fejlett nukleáris fegyvere, nagyon fejlett szállítóeszközökkel. Tehát ott nem van egyszerű földarabolni. Ha meg nincs földarabolva, ezek mindig csak ellent mondanak. Tehát képesek rá, és ezért megteszik. Úgyhogy, kik voltak, akik ezt a célt kitűzték? Cecil Rhodes, akiről Rhodéziát elnevezték, Dél-Rhodézia, Észak-Rhodézia, most már nem így hívják őket, de Cecil Rhodes, az a világ leggazdagabb embere volt. Ki volt? Egy kis sovány, homoszexuális regényke ott Közép-Angliából. És az államok felettiek
elővették, leküldték Dél-Afrikába, és Dél-Afrikába, hogy nem, ő lett a legtöbb aranybánya és a legtöbb gyémánt bánya tulajdonosa. Igen, rövid idő alatt. Na igen. De Cecil Rhodes, miután nem voltak gyerekei, ezért, hát több végrendeletet írt, azt hiszem a negyedik végrendeletébe, az összes vagyonát Lord Nathaniel Rothschildra hagyta. Lord Nathaniel Rothschild, a Rothschild háznak az az első tagja, aki először viselte a lordi címet. Utána jött ugye a fia, aki már szintén, tehát Walter Rothschild. Nagyon fontos a Walter Rothschild is, de most maradjunk a Nathaniel Rothschildnál. Szóval a brit világbirodalom létezett, és Cecil Rhodes azt akarta, hogy a brit világbirodalom legyen olyan, hogy lényegében le tudja nyelni a többi létező országot, meghagy nekünk bizonyos, persze, autonómiát, de a világbirodalomba be tudja integrálni. És ez abban az időben hát nem volt teljesen észszerűtlen dolog, hát az angol uralkodó, a brit uralkodó, így a császára volt például. Na jó. Úgyhogy a Cecil Rhodes volt az, aki elkezdett azon gondolkodni, hogy legyen egy államok feletti titkos társaság a világhatalom legfőbb csúcsán, és ennek ne legyen csak néhány tagja. És ő volt az, aki az összes ilyen titkos tárgyalást kerekasztal tárgyalásnak nevezte. Tehát itt van a titka annak, hogy például a rendszerváltás idején miért volt kerekasztal az összes szögletes asztal. Emiatt. Mert Cecil Rhodes a titkos tárgyalások folytatását asztalnál kerekasztal tárgyalásnak nevezte. Na most az első ilyen államok feletti kormány nem azonos a brit világbirodalom kormányával. Nem azonos a brit parlamenttel. Ez a fölött van. Tagja volt Arthur Miller. Majd mindjárt megmondom, hogy kicsoda. Tagja volt Lord William Stead. Tagja volt Lord Escher. Tagja volt Lord Nathaniel Rothschild. És tagja volt hetedik Edward. A király. Körülbelül 10 évig volt csak király, szóval messze nem annyi ideig uralkodott, mint Viktória királynő, az ő édesanyja. Na már most, hogyan működött ez a világ feletti legesleg felső kormány? Hát ugye az Arthur Miller azért lett a vezetője, mert kult szerepe volt annak, hogy hogyan vették el a holland származású búróktól Dél-Afrikát, és lett a brit korona része, tele az arany
bányával, meg a gyémánt bányával, hogy a többiről ne is beszéljünk. Tehát olyan jól csinálta ott az ügyeket, hogy ő ráesett a választás. Na most a többi, ugye mondom, Lord William Seldon Asher, ezek a legfelsőbb brit körökben voltak egy csúcs, informálisan csúcsvezetők. És hát ott volt Lord Nathaniel Rothschild, ő adta a pénzt. És hát ott volt hetedik Edward. És mit keresett ott hetedik Edward? Hát hetedik Edward volt ennek a öttagú kormánynak a külügyminisztere. És ezért volt az, hogy annyit utazott, hát két országba kellett nagyon utaznia, az egyik Franciaország, a másik az Oroszország. Ugye az volt a terv, hogy Németországot és Oroszországot, ha lehet egyszerre megsemmisítik, már elmondtam, hogy mit értünk alatta, de Németország megtöréséhez, amely különösen 1871 óta, amikor a német területek egyesültek, az ipari kapitalizmus, ami nagyon-nagyon különbözik a többitől révén, óriási eredményeket ért el, és a riválisává vált az ugyancsak akkor a ipari kapitalizmus révén igen gyorsan szupergazdaggá vált Egyesült Államoknak. De ott volt Oroszország is, amelyről kiszámolták, hogy rövid idő múlva 500 millió lakosa lesz, és mekkora területe van. Úgyhogy a terv tehát az volt, hogy Franciaország az nem elégséges arra, hogy megsemmisítse Németországot. A franciáknál van persze német ellenesség, különösen azután, hogy Elzász-Lotaringia 1871-ben visszakerült. És sokan örjöngve, sok francia örjöngve követelte vissza Elzász-Lotaringiát. De hadd mondjam egy valamit Elzász-Lotaringiáról. Elzász-Lotaringiában valaki, ki lehet próbálni. Ha valaki bemegy egy házba, ott hallja, hogy németül beszélnek. Amikor a lakosok kijönnek, akkor az utcán, meg a többi közösségén franciául beszélnek. Tehát ez egy német ajkú nép, de mindegy, elfranciásodott, maradjunk abban, hogy elfranciásodott, és lehetett egy nagy hókusz-pókusz csinálni, hogy a németeket a franciáknak meg kell semmisíteni. Na de a Franciaország erős volt ahhoz, hogy megsemmisítse az óriásán növekedett Németországot. Nem volt erős. Tehát az oroszokat is rá kellett venni, hogy támadják meg Németországot, mert hogyha Németországot két irányból éri támadás, és ugye oroszoknál óriási emberanyag, meg hát azért ez is európai ország volt. És azért Napóleon óta, mert Napóleon szégyenletes vereséggel távozott onnan, ugye? 600 000 katonával ment
Oroszországban is 20 000 katonával jött vissza. A nagy Napóleon. Na, szóval az oroszokat rá kellett venni, hogy a franciákkal együtt támadják meg Németországot. Na már most éppen azért, mert a napóleoni háború, stb. Nem igazán volt jó az orosz-francia viszony. Hogy akkor úgy imádlak francia barátom, hogy már is megyek meghalni, érted, a németek. Nem volt ilyen viszony. És ezt kellett 7. Edvárdnak elintézni. És 7. Edvárd, persze, hogy tudta elintézni? Hát a szabadkőesség intenzív igénybevételével tudta, mert Franciaország 100%-ig szabadkőves ország volt már 1789 óta. Mert azt a dicső nagy francia forradalmat, ahol 20 millió francia megölt annyi franciát, hogy maradt belőle 18. Szóval ezt a dicsőséges francia forradalmat, ezt szabadkönyvesek csinálták, és a szabadkönyvesek megszerezték Franciaországba a hatalmat, és a mai napig kizárólag nincs más. Kizárólag szabadkönyves kormánya van Franciaország. Na de, nem megyek bele a részletekbe. Na de, mi volt a helyzet azzal, hogy orosz-francia viszony, hát valamilyen módon jobb legyen. Hát ott is az orosz szabadkőveseknek óriási szerepe volt. De most tényleg csak talán két nevet említek. Szazonov a külügyminiszter, a cárnak a parancsát nem teljesítette, Balmorálból kapott parancsokat teljesítette. És hát ez egy másik orosz, aki nagyon híres lett, amikor folyt a polgárháború, de még akkor is már híres lett, amikor a szabadkönyves puccsot megcsinálták, és a cárt elmozdították. Majd ugye tudjuk, egy év múlva a családját is kivégzik Jacob Schiff utasítására. Ő volt a Rothschild az első számú embere a Wall Street-en. Az adta az utasítást Szerdónak, Szverdob Jurovszkinak. Na most itt is nem megyek bele a részletekbe. Szóval itt olyan oroszok is voltak, például ugye én most a Kerenszkijt akarom megemelteni. Alekszander Kerenszkij, aki a Lvov, aki szintén szabadkőves volt, Lvov herceg kormányát, aki a cárt váltotta, átvette, és aztán ő volt az, ő volt az, aki ugyancsak Jacob Schiff utasítására azon a bizonyos októberi forradalmi napon kijött a Fehérház, a téli palotából, és utána ugyancsak a New Yorkból odaküldött másik emberke, Trocki pedig bement a téli palotába, és egy hét múlva a bujkáló Lenin is ment hozzájuk.
Na most ki volt ez a Kerenszky? Alekszander Kerenszky. Hát Alekszander Kerenszky egy szentpétervári, szabadkönyves zsidó ügyvéd volt. És amikor ő el lett mozdítva Washingtonból, illetve a Wall Streetről, onnan mozdították el, hova ment? A Wall Street-re. És egészen az 1970-es évekig ott volt ügyvéd a Wall Street környékén. Úgyhogy itt egy ugyanazról az államok felettiről van szó. Ezen átlátott, ezen az egészen, hát második Vilmos, aki azért Viktória királynőnek az unokája volt, és szegről végről rokona volt neki a cár is. Most nem mondom el a rokonságot, mert akkor vissza az időt. És Björkö Sound, az egy tengernek egy része. Ott találkozott két császári hajó, és ott mindent elmondott, mert mindennel tisztában volt második Vilmos. Elmondta második Miklós orosz cárnak. És megszületett a szerződés, minden rendben volt. Mégse írták, mégse írta alá a cár. Úgyhogy, hát meg is pecsérődött, mert az izének volt igaza. Mert ugyanis az volt a második Vilmos azt hangsúlyozta a második Miklósnak, a cárnak, hogy ha Oroszországnak tehát a különböző természeti erőforrásai, energiahordozói, és más értékes nyersanyagai találkoznak a már akkor igen fejlett német technológiával, akkor létrejön egy olyan, mondjuk így, hogy szuper birodalom, amellyel nem lehet mit kezdeni. Most ezt kellett megakadályozni. Nem, most ugye nem mondom el, mert az elviszi az egész időt, hiszen tudjuk, hogy mi lett az eredménye. Németországot nem tudták teljesen legyőzni, és Németországnak még volt ereje, hogy összeszedje magát egyszer, nehezen, és a német érdekeket védelmezze. Na, és itt én megmondok valamit, amiről nem beszélnek. Állandóan azt mondják, hogy miféle egy német. Megcsinálják a Kristálynachot, és gyilkolják az ártatlan zsidókat, tönkreteszik az üzleteket, stb. Na most... Én történelmi kutatásokat átnéztem, és csak annyit tudok mondani, hogy ezt is az államok felett is szervezte meg, mert már Hitler túl népszerű volt. És az egésznek az volt, egy trükkös sem működött. Az volt a trükkje, hogy ugye azon a bizonyos napon, amikor ez történt, akkor volt egy ünnepség minden évben,
a mártírok, hát voltak ugye Hitlernek mártírjai. És akkor hát illet a Gauk első embereinek, S.A. a Gau élén az S.A. parancsnokát. Hát így lett ott lenni. A helyettesek vezették a Gaukot. Na most a Gauk vezetői, helyettesei is lényegében két részre hozhatók. Intelligensekre és butákra. Mert ugyanis, amikor már megkezdődtek Münchenben az ünnepségek, végig telefonálták egész Németországot. És a telefon úgy szólt, hívták ugye a helyettes vezetőket, hogy az a parancs, mert ugye egy zsidó fiatalember, egy párizsi német diplomatát megölt, ezért a németeknek bosszút kell állni, és azonnal menjenek, és töréljenek, zuzzanak, stb. Na most az okos Gau vezetőhelyettesek, azok erre azt válaszolták, hogy te ki vagy, és honnan veszed ezt a parancsot. És ha letette a telefont, akkor a dologgal nem foglalkoztak. De a másik fele, az rohant és végrehajtotta. Na hát ez volt a trükk. És a cél az volt, hogy állítsák meg Hitler népszerűségének a növekedését. Meg is állították. Ennyit erről megyek tovább. Tehát ez a nagy háború, amit tehát megtervezett az Alfred Miller, a Lord Escher, Lord Nathaniel Rothschild és hetedik Edward, aki kitalálta, hát ő találta ki a különböző, tehát az első világháborúban a különböző államoknak a közös nevét. És különösen sokat járt Párizsba, hetedik Edward. Persze a népnek azt mondták, hogy nem politikát intéz, persze akkor cserélte le a minisztereket. Ő volt, aki kiválasztotta például André Tardieu-t, aki nekünk a trianoni szerződés szövegét írta. Ő írta a szövegét. André Tardieu. Egy szemét ember volt, kész. Sok mindent tudnék róla mondani, de most megint nem mondom. Szóval, tehát igen, és ezt úgy álcázták a lakosságot, hogy valójában ez egy nagy ilyen kéjec, és azért jön Párizsba, hogy ottan külön kuplerát építettek neki, stb. És akkor arról szoktak a lapok. És nem arról, hogy hogyan készítette elő a háborút. És mi tudjuk, az első világháború úgy ért véget, hogy Németország teljesen, hát 1987-ig el volt adósítva. Persze nem fizette vissza, amikor fölálltak a németek és megtagadtak mindent, akkor ezt is megtagadták teljesen normális módon. Úgyhogy
Oroszországgal kapcsolatban azonban nem voltak olyan sikeresek, mert Oroszországban az államok felettinek az egyik része, az is több részből áll, akart egy kísérletet. Ez a kísérlet a nagy októberi szocialista forradalommal kezdődött, és polgárháborúval folytatódott, aztán jött a sztalinizmus, stb. Na most ez egy kísérlet volt. De akkor az államok felettinek egy tekintélyes része nagyon hitt abba, hogy ez egy jó dolog. Hát világ proletáriai egyesület, ez a világ összes embere. És kiknek a vezetésével? Hát a világnépnek a vezetésével. És kik lesznek a legfőbb hatalom birtokosai? Hát a extra, ultra, hiper, szuper gazdag bakkárok, mert egy proletárnak kiért kell küzdeni. Ez volt a permanens forradalom, amit ugye hát hirdettek, és hát lényegében ez a permanens forradalom, ez megbukott, mert Sztálin azt mondta, hogy előbb győzzön a kommunizmus a világ egy hatodán, és majd utána lesz próbálkozás. Tehát a trockizmusnak a lényege ez a permanens forradalom volt. Na most ugye ezt Sztálin nem fogadta el, de magát Trockit se fogadta el. Mert hiába menekült először Szibériába és onnan Mexikóba, egy kubai kommunistát oda küldött, aki baltával agyonverte. Na most a kommunizmus úgy, ahogy volt, életképes lehetett volna, ha van a társadalomban annyi erő, hogy akkor is betartja a szabályokat, ha már nincs erőszak. Vagyis egy erőszakmentes kommunista állam, az nem lehetséges. Mert ha nincs erőszak, akkor az állam életképtelen. Hát ez történt Gorbacsovval. Hát kicsúszott alóla, nem vigyázott, és kicsúszott alóla az államhatalom. Kész. Ott maradt a Szovjetunió elnökének, Szovjetunió nélkül. Igen ám, de az államok feletti ezt a igen nagy eseményt, mert ez lehetővé tette az államok feletti világbirodalmának azt, hogy bevezesse az egypólusú világrendszert. Tehát ez egy óriási esemény volt. De nem járt el, most az ő szempontjából beszélek, nem járt elég gondosan, mert neki hát ha tényleg el akarja érni azt a célt, hogy földarabolják a Szovjetunió, illetve Oroszországot, akkor neki ezt hozzá kellett volna látni valamilyen módon. Egyébként voltak próbálkozások, mert aki emlékszik az akkori újságcikkekre, de hát persze az újságcikkeket elő lehet keresni.
ott már megjelentek, hogy ilyen kormányzóság, önálló állam, persze zsidó elnökkel. És már, és micsoda elnök, mert helikopterrel minden faluba elmegy, és minden öreg asszonyra kezet fog. Ez ilyen kell, stb. Úgyhogy már jelentek meg ilyen cikkek, de végül is Oroszország egy majdnem 10 évig tartó kirablás után, mert hát egy akkora szabad rablás volt, ami még a világ történelemben nem volt. És ugye nagyon furcsa következményei lettek, mert nem csak a tanárok nem tudtak fizetni, de a katonatisztek sem. És a katonatisztnek, ha húst akart elni, disztot kellett nevelni, az nem megy. Úgyhogy a fegyver belső, külső orosz fegyveres erők összefogtak, kerestek egy fiatal vezetőt, a KPK akkori frissen kinevezett elnökét, egy ezredes. Na ez volt a Putyin. A Putyin elé egyébként privatizációs miniszter volt. Aztán lett miniszterelnök, és úgy elnök. És hát persze Putyin orosz szempontból gondolkodik, és teljesen tisztában vannak azzal, hogy a mostani háború célja Oroszország feldarabolása. És lehet, hogy addig nem lesz vége, amíg ezt a célt most el nem érik. Na de, mennyi az idő? Én tudni akarom, hogy, mert most be kell már nagyon szülni. Együk rá az órát. Mert nézni fogom az... 50 percig beszélsz. Mennyit beszélhetek még? Dönts el a nézőközön is. Igen? Tényleg fogja mondani akkor? Hát kérem szépen, akkor aztán jön a szöveg. Na jó. Jó. Szóval a szóval az államok feletti elkapkodta 1990-t és 1991-et. Akkor kellett volna cselekednie, ezt elmulasztotta. Az idősebb Bush nem ismerte föl, hogy mit kellene csinálni. Most az államok feletti hatalom szempontjából beszéltem, nem az én szempontomból. Szóval ezt elrontották, műhiba. Tehát most ezt próbálják javítani. És ezért folyik ez a háború. És ha már a háborúnál vagyok, ott itt fogom hagyni a háborút, mert megyek át a civilizációkra. Ez a... Hát ez a háború egy olyan háború, amikor hát lényegében bemutatta az Egyesült Államok a hadviselés 21. századi technikáját. És az nem az, ami most folyik, hogy ágyúk, meg tankok, meg helikopterek, meg drónok, meg repülőgépek, meg rakéták. Ez primitív dolog. Van sokkal fejlettebb módszer. Gyorsabb és eredményesebb. Na és hogy mutatta ezt be Amerika? Hát kérem szépen úgy, hogy
Hát ennek az előzményét is megírtam egy könyvben. De tényleg csak pár szót fogok itt elmondani. Annyit, hogy Amerika bemutatta, hogy hogy kell háborúzni. 5 milliárd forint, csinálni kell egy pucsot, fizetett tüntetőkkel, és néhány nap alatt, még egy hét se kell hozzá, egész Ukrajnában elveszi az állami főhatalmat, és azóta is kizárólag a saját emberei vannak, az ukronácik, meg a milicisták, meg a többi, tehát az ukránok. Három szinttel lejjebb jönnek. És kizárólag a főhatalmat kizárólag Washingtonból irányítják, és nem csak ezt ért el az Egyesült Államok, hanem egy éjszaka bevitte egész Ukrajnát a NATO-ba. Na már most én nem de jure beszélek, hanem de facto. Vagyis ténylegesen ezt csinálta. De jure persze, hát van egy független ország, demokratikus ország, demokratikus választásokkal, és így tovább, és csak minden becsületes embernek meg kell szagadni a szívét. Na de, ráadásul ezt a, amikor már a primitív háború jött, mert az elegáns háború ez volt. Csinálok egy jól előkészített pucsot, egy éjszaka átveszem az egész ország területét, és beviszem a NATO-ba. Mert de facto ez történt. Mert de facto Ukrajna a NATO tagja. Kész. Hát így kell háborúzni. Ez a 21. század posztmodern háborúja. Na de most, hát azért menjünk tovább. Aki ezt kétségbe vonja, amit most én mondtam, nem én ne vonnák kétségbe, annak én a következőt tudom mondani. És mindent, amit mondok, le lehet ellenőrizni, mert nem van rég tört. Az történt ugyanis, hogy néhány nappal most már az orosz katonai akció után a kétségbeesett Zelenszkij az akkori izraeli miniszterelnökhöz fordult, hogy segítsen neki, mert úgy érzi, hogy életveszélyben van. És mentse meg az életét, zsidónak köteles, hogy segítsen. Ezt is írta. Mire Naftali Bennett, mondom, hivatalban lévő izraeli miniszterelnök. Azonnal fölhívta Putyin, és mondta neki, hogy akar menni tárgyalni egy ilyen, hát, ha nem is békeszerződés, de hát egy ilyen valamiféle megállapodást, hogy a harcokat valahogy visszavonják, szabályozzák. És a Putyin ebbe belement, és egy ilyen fegyverszüneti megállapodást elfogadtak. Ezután Naftali Bennett hivatalban lévő izraeli miniszterelnök elment Berlinbe, hogy a Olaf Scholz is nyomra rá a pecsétet. Rányomta. Utána elment Kijevbe, megmutatta Zelenszkijnek, aki nagyon örült, mert az a pont is benne volt, amit a legfőképpen, hogy a Putyin
vállaljon kötelezettséget arra, hogy nem öli meg. És a Putyin, hát nevetett a dolgot, de kötelezettséget váltal, és mondta, hogy soha nem is szándékozott, ne, és nem is fogja soha megölni ő a Zelenszkijt. Ezt írásba adta. És megvolt a fegyverszüneti egyezmény. Zelenszkij elfogadta, még örült is neki. És hát még kellett volna Washingtonnak a hozzájárulás az államok felettének. És az államok feletti azt mondta, hogy nem. Ez a háború nem fejeződhet be. Ez akkor fog befejeződni, amikor én akarom. És addig ti háborúzni fogtok. Kész. Hát ezt már sokszor mondták, hogy ez a hatalom kész az utolsó ukráni harcolni, stb. Szóval a dolog lényeg az, hogy ezt Naftali Bennett, amikor már újból visszajött a Benjamin Netanyahu, akkor ő adott egy egynapos hosszú nyilatkozatot az ő egyéves kormányzásáról a világ sajtónak. És a világ sajtóban ez, amit én mondtam, le van írva. Tehát nem akárki mondta, tehát ezt muszáj hitelesnek elfogadni. De ebből mi következik? Az következik, hogy ez az egész háború ténylegesen annak a hosszú háborúának a folytatása, aminek a célja Oroszország feldarabolása. És még messze van ez. Mert ugye van Oroszországnak, úgy mint az Egyesült Államoknak is, mint egy 6000 nukleáris fegyvere. Ebből azonnal bevethető, mint egy 1000. És megvannak hozzá a szállítóeszközök. Na már most, hogy gondolkodnak? Blühell. Valaki hallotta? Blühell. Németországban van, kis falu, de hatalmas nagy amerikai katonai támaszpont. A lényeg az, hogy Amerikában kifejlesztettek olyan bombát, amivel ha megtámadják Oroszországot, akkor működésképtelenné tudják tenni az atomfegyvereit, vagyis nem tud ellencsapást mérni atomfegyverrel. Na most Blühell, ugye, ami Köln és Hollandia között van, tényleg egy kis falu, de egy nagy támad. Már modernizálták is ezeket a fegyvereket. És ezek a fegyverek modernizált változatban ott vannak. A meggondolás az mögötte, hogyha jó időpontot választunk ki, akkor gyorsan működésképtelenné tesszük az oroszoknak a nukleáris fegyverarzenálját, és akkor már el lehet intézni, hogy legyen 3 Oroszország, 5 Oroszország. Szóval, és akkor persze, azok állandóan háborúzni fognak természetesen. És így tovább. Na de, ez egy nagyon, hát hogy úgy mondjam, kényes ügy. Mert hogyan lehet megtalálni ezt a jó időpontot? Nem könnyű. Minden esetre hát az egészet Putyin is tudja. A Putyin úgy válaszolt rá, hát ugye a másik már majdnem kész.
De van egy olyan nukleáris hajtású nagy tenger alattjárója, amiről több mint 20 rakétát lehet kilőni. És Putyin azonnal New Yorkhoz küldte, amelyik állandóan cirkál Florida és New York között. Ami persze egy válasz volt az amerikaiaknak, hogy rendben van, hogy ti működésképtelenni akarjátok tenni a mi fegyvereinket, de ezzel se, nem fogjátok megúszni. Ez az értelme ennek. Úgyhogy az orosz kérdés nincs megoldva, és az a reális. Ha azt mondjuk, hogy ez a háború még sokáig tarthat. Na ennyit elmondtam erről a hosszú háborúról. Na most folytassuk ott, hogy hát mindenki számára ismerős az a szó, hogy globális, meg globalizáció. Ki az, aki ezt nem tudja, hogy mit jelent? Mindenki tudja. De azt tudja mindenki, hogy a két szó az abszolút mást jelent, még akkor is, ha hasonlóan hangzik. Mert ugyanis a globális az azt jelenti, hogy valami olyan nagy, hogy mint a világglóbus, ugye, az így globális. Az egy méretet jelöl. De a globalizáció? Hát a globalizáció az egy rendszernek az építését jelenti. Tehát amikor arról van szó, hogy az egy központú globalizáció, az lényegében a mostan még regnáló egypólusú világrendszer mellett érvel. Tehát a globalizáció az a ma működő és jelenleg még az Egyesült Államok által vezetett hát világrendszernek a működtetését jelenti. Na most természetesen itt elsősorban a kollektív nyugatot kell figyelembe venni. A kollektív nyugat az azt jelenti, hogy hát van az Egyesült Államok, mint világhegemon. De a nyugathoz tartozik Kanada, Nagy-Britannia, a tartományá, tehát az Egyesült Államok tartományává átalakított Európa. Mi Amerika tartományai vagyunk. Azért nem mondom, hogy gyarmata. Ez egy csúnya hangzik. A tartomány az jobban hangzik. Tehát mi tartományok vagyunk. Meg azt sugallja, hogy több joga van itt az itt élőknek. Szóval tehát az Európa mint tartomány, de még ide tartozok, hát Izrael természetesen, ide tartozik Ausztrália, Új-Zéland, ide tartozik Japán. Miért? Hát nem akar még egy Hiroshima-t megnagaszakít, inkább ide tartozik, nem? És ide tartoznak a kis tigrisek. Dél-Korea, Hongkong, Taiwan, Szingapur. Úgyhogy ez a kollektív nyugat. De a kollektív nyugat világbirodalma
Ma az egyetlen működő világbirodalom. És amikor globalizációról beszélünk, akkor mindig ennek a világbirodalomnak az építéséről beszélünk. És át kell gondolni, hogy a világ népeinek ez-e az érdeke. Mert az államok feletti, ugye mindenki tudja, hogy mit értek én államok feletti alatt. Szóval amikor az államok feletti, hát a világtörténelem előre haladásával úgy látta, hogy hát a földrajzi felfedezések korszakában úgy látta, hogy hát a portugálok ott vannak a tenger mellett, hát menjenek végig a vidágon. Persze kirablás. De megvan a maradt a nyoma. Brazília, Angola. De sok Macau, meg igen, tehát még több ilyen van. Úgyhogy egyedül Brazília majdnem akkora, mint Európa. Úgyhogy, tehát ezután spanyolokat végig zavarta a világon. Ennek lett a következménye, hogy majdnem teljesen spanyol lett Közép- és Dél-Amerika. De a Csendes-óceánon is voltak spanyol gyarmatok, például a Fülöp-szigetek. Ez spanyol gyarmat volt eredetileg. Aztán jöttek a franciák, azok főleg, ugye, tehát Algéria, Tunézia, Marokkó és a többi francia gyarmat Afrikába. És utána jött Hollandia. Hát például a Holland-Indiai Társaság. És aztán jött a brit. Tehát az angol-indiai társaság, amelyikből aztán az lett, hogy Viktória királynő már India császárnője volt, de még India császára volt 7. Edward is. Aztán csak amiután a formális gyarmatokról az államok feletti lényegében áttért a nemzetállamokra, mert a nemzetállam, ugye Magyarország is azt mondja, hogy egy szuverén, szuverén, konzervatív, szóval szabad állam, egy szabad állam, és nem fogadja el a világbirodalomnak az összes, hogy is mondjam, elnyomó kurzusát és szellemi elnyomó kurzusát. LMBTQ is egyebek, hanem ennek ellenáll. Mert szuverén, mert független, mert védi a saját szabadságát, és ez jó a világbirodalom urának. Miért jó? Mert a világbirodalomnak az alapjait
a gazdasági és a pénzügyi viszonyok jelentik. Aki a pénzügy, a gazdasági pénzügyi rendszert tulajdonolja, irányítja, igaziból azért a hatalom. Hogyha e fölé létesül egy hát szuverén, konzervatív, nemzeti, stb. Állam, az jó. Mert a lakosság úgy érzi, hogy ő tudja érvényesíteni a saját érdekeit. Holott a valóságban az, hogy mi történik, és a világbirodalom merre megy, azt határozza meg, aki a gazdasági és a pénzügyi rendszernek a tulajdonosa és irányítója. Na már most az történt azonban, hogy különösen a 20. század végén és a 21. század elején egy nagy változás történt a kapitalizmusban. Maga a kapitalizmus változott meg. Milyen formában? Nem az ipari termelésre, a termékek előállítására fordítja a befektethető tőkét, hanem arra, hogy olyan monopóliumokat, világcégek monopóliumait hozza létre, amelyek a profitjuk mellett egy monopól felárat is, vagyis egy uzsora kamatot, egy parazita járadékot tudnak szedni. Az Egyesült Államok kapitalizmusával, tehát ez a baj, hogy most ezzel nem kizárólagosságokról beszélek. Természetesen még vannak, ahol tehát a fegyvergyártás például, de ott jó. Szóval nem kizárólagosságokról beszélek. De ez a fő tendenciát illetően, ez így van, hogy egy parazita járadékos rendszer uralja az Egyesült Államokat, és az Egyesült Államok, mint a kollektív nyugat hegemon hatalma, amely persze a államok feletti hatalom irányítása alatt áll. Szóval ez a bizonyos kollektív nyugat, ez parazitává vált. És ugyanakkor, hát vannak olyan civilizációk, olyan országok, amelyek nem ezt az elvet vallják. Az érték előállítást vallják a legfőbb, tehát kötelességnek. És ezek itt vannak most, tehát nem Hannibal Anteportas, hanem Kína Anteportas.
meg lassan India is anteportás. Hát Oroszországot nem mondom meg gazdaságilag, nem egy erős ország, de a jövője az, hogy az lesz, de még ez az idő nem telt el. Úgyhogy a jelenlegi civilizációnak, tehát lehet azt a világuralmi rendszert, amiben mi élünk most, azt lehet úgy elnevezni, hogy civilizáció. De mitől civilizáció egy világrendszer? Hát hogy van ez? Ha akarom civilizáció, ha akarom világrendszer, ha akarom globalizáció, hogy van ez? És mit kell érteni az alatt, hogy civilizációk rivalizálása és szembenállása? Hát a civilizációknak a működését legjobban Kínánál lehet tanulmányozni. Miért? Mert Kínának van egy 10 000 éves történelme, abból mondjuk 4 000 év szóbeli, de már le van írva, és a többi írásbeli dokumentumokon alapul, tehát bizonyítatóan. Na most, ha valaki megnézi ezt a 10 000 évet, ami nem kis idő, akkor azt látja, hogy körülbelül 2 000 évenként van egy civilizáció csere. Ez Kínában így zajlott le. Egyébként ma is egy civilizáció ciklus, hogy így mondjam, záródik Kínában. És ugyanakkor azt lehet elmondani, hogy a nyugatnak is számot kell vetni a dekadenciájával, mert hiszen parazita járadékból él egyre inkább. És hát most csak mellékesen megjegyzek valamit, majd visszatérek a civilizációkhoz. Mindenki csújt Magyarországon az infláció. Mindenki. És ugye elsősorban az élelmiszereknek a inflációjáról van szó. Na most, ha alapos kutatáson megyünk át, ez ugye a Tárkinak az anyagai, és a magyar társadalmi fejlődés megoldási lehetőségével foglalkozik, de én csak annyit mondok, hogy amióta a BlackRock Magyarországon tevékenykedik, sikerült neki a Magyarországon működő világcégek, nem az egész működik, de a világcégnek egy része működik, ezeket egy monopóliumba rakta össze, és a profithoz hozzászámolt egy kabzsi, hát járadékot. És ez nem más, mint az a többletinfláció, ami a magyarokat, ő az okozta. Mert ha
a normális profittal megelégszenek, akkor Magyarországon is csak annyi infláció lett volna, mint a többi környező országban. Tehát itt nagyon fontos kérdésekről van szó. Most visszatérek a civilizációkhoz. Tehát a civilizációk úgy néz ki, hogy 2000 évenként váltották egymást. Hát miért váltották egymást? Hát, ha vizsgálja sok történész, vizsgálja folyamatosan a világ történelmet, és benne Kínának a történelmet is, az arra a megállapításra jutott, hogy a civilizációk körülbelül három fajtája van. Az egyik civilizáció az, ahol az erőszak mondja meg, hogy hogyan kell az életet szabályozni és élni. Az erőszak. A másik civilizációban pedig az arra érdemesek jutnak előnybe. Vagyis meritokrácia, aki többet tesz, az, aki tanul, aki képz magát, az megnyitják előttük a előmenetelnek az útját. És ott megjelenik az is, hogy igen, szeressük egymást, szóval megjelenek a spirituális dolgok is. Tehát ez a két civilizáció váltja egymást egy harmadikkal, amely szintén ott van, és ez a harmadik rögzült. Azzal azt értem, hogy rögzült, hogy nem tudják, hogy úgy mondjam, szóval nem tudnak jobbat csinálni helyette. És ez pedig úgy van, átvette a kemény jogot, és ha kell, az erőszakot is, és egyesítette az arra érdemeseknek a előre lépésével, támogatásával, és egy olyan nyitott társadalmi struktúrát hozott létre, ahol állandóan a társadalmi mobilitás biztosítva volt. És ez a rendszer véglegesítődött. Most mondom, hogy Kína civilizációváltásnál van, mert a Mao Tse-tung által befejezett, hát ugye Mao Tse-tungnek nem volt 2000 éves, de Mao Tse-tung még az erő elsőbbségét alkalmazó civilizációt vezette. És ma már a meritokrácia, az arra érdemesek uralma, hogy ők irányítják a társadalmat. Érvényesül. És ezt ott is lehet látni, hogy a két kapitalista rendszer, amely most rivalizál, tehát a globalizáció és a kínai, azt lehet látni, hogy a kínai rendszerben, a kínai kapitalizmusban a termelő kapitalizmus van megengedve. A többi be van tiltva. Tehát
nincs engedélyezve az, hogy valaki spekuláljon például a diákhitelekkel. Tehát az iskola úgy ki van véve a kezéből. És ugyanezt van, hogy nem spekulálhat és bizniszelhet az egészségügyel. És ugyanaz vonatkozik arra is, hogy a nyugdíjügyel se spekulálhat azért, hogy nagy profitot jusson. És ez még érvényes ugye a közvetlen infrastruktúrája, utak, idak. Úgyhogy ez a kapitalizmus, ez jön előre, és egyre többet tesz le az asztalra. A másik a fokozatosan parazitává, élősködévé lett, járadékossá lett kapitalizmusba, pedig a hitelezésen van a hangsúly, és az, hogy mindenki fizessen kamatot. Na most a kamat ába óvó, hát nem, most olyasmit mondok, hogy egy bűncselekmény, lopás, kész. Milyen alapon szed tőle, mert a kamatnak van olyan mértéke, ami nem lopás, majd megmondom, hogy így. Mert ugye nem véletlenül raktam én ide Silvio Gazzelt, meg most mindegy. És ha beszélhetek, akkor még egy jó pár dolgot el tudok mondani. Jó, látom, hogy van engedélyt kaptam. Na most, tehát megpróbálom nagyon egyszerűen, hogyha van egy reál termelés, és az a reál termelés, amely effektíve létezik, az nem tud 3,5%-nál jobban növekedni, akkor az ennek tükörképét, vagyis a pénzt, annak a növelését se szabadna. Tehát csak 3,5% lehet a kamat, amennyi a gazdasági növekedés. Vagy még ennél is kevesebb. Na, most, honnan lehet tudni, hogy ekkora a gazdasági növekedés? Hát azért itt van ez a világhírű könyv, a természetes gazdasági rend. Silvio Gazzella. Nem akárki volt, mert aki nem ismeri a nevét, azért annak bemutatom a Silvio Gazzellát. Mert amikor az egyik osztrák miniszter, pénzügyminiszter, kiment Amerikába, és egyetemi tanár lett a Harvardon. Na most ez az osztrák egyetemi tanár azt mondta a diákjainak, hogy a matematikus közgazdász Irving Fisher Amerika legnagyobb közgazdásza. És ezt a diákok vicce mondták, de ez már a Yale Egyetemen volt, ez egy másik egyetem. És erre
Irving Fisher, a matematikus közgazdász, aki ezének a főtanácsadója volt, Franklin Delano Roosevelt elnöknek a főtanácsadója volt, azt mondta, hogyha Schumpeter professzor úr, Alois Schumpeter professzor úr, azt mondja, hogy én vagyok Amerika legnagyobb közgazdásza, én azt válaszolom neki, hogy én magamat Silvio Gesell argentin üzletembe, persze névet számosod, a szerint tanítványának tartom. Ezért a könyvér, én több évig futottam, sehol nem lehetett, végül egy északnémet kis nyomdába lehetett, hazahoztam, lefordítottuk magyarra. Ez azért érdekes, mert most kellene hozzámenni, mert ugyanis ő bizonyítja, hogy a világgazdaságban csak 3,5%-kal növekedett a világgazdaság. Nagyon-nagyon ritkán, talán egyszer vagy kétszer rövid ideig volt 5%. De a helyes szám 3,5. Na most a pénz az egy tükör. Tükrözi a reálgazdaságot. És persze szükség van rá, mert ennek a tükörnek, mivel ez tulajdonképpen egy abstrakció, lehetővé teszi a munkamegosztást, lehetővé teszi a kereskedelmet, és így tovább, tehát szükség van rá. Na de miért kell beletenni a kamatot? Hát arra egyáltalán így szükség. És ráadásul, hát 20% kamatot szoktak beletenni, meg 15-öt, meg 10-et. Mi köze van ennek a 2,5%? A 2,5%-ot meg lehetne növelni mondjuk 0,5%-kal azon az alapon, hogy a reálgazdaság állandó mozgásban van és fejlődik. És a fejlődését tükröznie kell a tükörképének, a pénznek. Mert a pénz vagyon az abstrakció. Az nem létezik. A reál vagyon létezik. Na most ezek azért alapvető dolgok, és most én az nem... Szóval Alois Schumpeter is már nagy tudós volt. Az Irving Fisher is az volt. És mindenki úgy oda van Silvio Gesellért. És kit érdekel ez Magyarországon? Pedig óriási erőfeszítésekkel tudtuk csak lefordítani. Na most, tehát megyek vissza a civilizációkhoz. Tehát ilyen gazdasági viszonyok között, amikor, és ez a kollektív nyugatra vonatkozik, Egyesült Államok, amikor a kamat az többszörösen meghaladja a főkértelmetést. Én mondom csak egy példát, aki vásárolt Amerikába ingatlant. Én például vásároltam Floridába egy házat. Már nincs meg. Na most a helyzet az, hogy 30 évre kaptam kölcsönt, hitelt, de az első 20 évben csak a kamatot fizette. A főkövetelés nem. Vagyis egy elképesztő disznóság, amit a bankok csinálnak.
A bankokat nem szabadna hagyni így működni, ahogy működnek. Én nem azt mondom, hogy nincs szükség rájuk. Hát elmondtam már, hogy a pénz biztosítja a munkamegosztást, a kereskedelmet, és így tovább. Na de a kamat, az mi a fenének van ott? És azért Arisztotelész nem volt elég okos ember. És Arisztotelész a fenébe küldte a kamatot. Nem volt buta ember. Tehát eljött az idő arra, hogy tessék a pénzviszonyokat és a gazdasági viszonyokat újból egymásra vetíteni, és fölmerni, és találni egy jobb megoldást. Na most a civilizáció karcában tehát az bontakozik ki, legalábbis az én szemeim előtt, hogy a kollektív nyugatnak, vagyis a nyugatnak, vagyis a globalizációnak, amelynek mondom az a lényege, hogy globalizálódik a gazdaság, meg a pénzrendszer, és fölötte van egy kis demokratikus, akármiért, szuverén, független kormány, csak éppen, hát csak arra való, hogy az állampolgároknak a, hát hogy mondjam, az szükségleteit, ilyen irányú szükségleteit kielégítsék. Mert az igazi hatalom az ott van, aki a tulajdonosa a gazdaságnak, és a pénzrendszernek. Úgyhogy a civilizáció harcában ma a legerősebb civilizáció a kollektív nyugat civilizációja, amelynek hegemon hatalma egypólusú világrendet épített ki, és ma ez a legerősebb civilizáció. De hanyatlásban van. És ezt azért is elmondom, hogy hanyatlásban van, mert Robert Kagan, hát ki ismeri ezt a nevet? Robert Kagan. Nem. Robert Kagan ma annak, tehát az államok feletti hatalom azon szellemi közösségeinek, akiket úgy hívnak, hogy a straussisták, azoknak a fő ideológusa. Egyébként annak a Victoria Nulandnak a férje, aki mikor volt a pucs 2014-ben, és ugye a pucs előtt két héttel lehallgatták a Victoria Nuland külügyminiszter helyettes beszélgetését a kijevi amerikai nagykövettel, és Victoria Nuland diktálta, hogy kik lesznek a pucs után a miniszterek, ki milyen beosztást fog kapni. És amikor megmert szólalni a nagykövet, hogy de hát most volt itt a német kancellár, meg a francia elnök, és hát már van egy egyesség, hát a Minszkiről van szó, hogy hát talán mégse lenne jó ez, meg az. Erre azt válaszolta, hogy tehát, hogy mit fog az Európai Unió szólni ehhez az egészet? Hogy Amerika csak így lediktálja, hogy ki lesz a
ilyen-olyan miniszter, miniszterelnök, stb. Államelnök. És akkor erre Victoria Nuland azt válaszolta, nem fordítom le, de azt válaszolta, hogy a nagykövetnek, hogy fuck the EU. Ezt válaszolta. De ezt a telefont, ezt lehallgatták, és föltették a YouTube-ra. És a mai napig fönn van, úgyhogy le lehet ellenőrizni. Szóval a lényeg az, hogy ennek a Victoria Nulandnak a férje a Robert Kagan, és ő az államok feletti hatalom szellemi, első számú szellemi közösségének, agytrösznek is mondják, a fő ideológusa. Majd elmondom, hogy kik a straussisták, mert nem tudják. Sok ember nem tudja. Szóval Robert Kagan írta a legutóbbi könyvében, hogy Amerika még olyan erős, hogy fegyverrel le tudja győzni Kínát. És ezért most kell a háborút megkezdeni. És miután leírta, hogy Amerika így győzhet, úgy győzhet, azért azt is hozzáírta a könyvében, hogy igaz, hogy mi vagyunk a legerősebbek mindenben, gazdaságra, pénzügyre, katonilag, mindenben, de mi mégis hanyatló világbirodalom vagyunk. Robert Kagan mondta. Le van írva, el lehet olvasni. Tehát ő is tudja, hogy az Egyesült, illetve a kollektív nyugat civilizációja a hanyatló, és a kínai a feljövő. Most mindjárt 7 óra van, annyit még megengedek magamnak, hogy elmondom önöknek, hogy kik a straussisták, aztán befejezem. Mert sokan nem tudják, hogy kik a straussisták. Azért kell tudni, hogy kik a straussisták, mert ők irányítják most a államok feletti hatalomnak a, hát annak is megvannak a hálózatai, amelyek ellenőrzik a fehérházat, a Pentagont, a CIA-t, a külügyminisztériumot, State Department, stb. Tehát az igazi döntések ott dőlnek el. Na most ezek a straussisták három csoport egyesüléséből jöttek létre. Az első csoport volt a revizionista cionisták, ez a nevük, revizionista cionisták. A másik volt azok, akik lényegében azok a zsidók, akik a trockistákból lettek, hát neokonzervatívok, tehát a neokonok, tehát revizionista, cionista, neokonok, korábban trockisták, és Leo Strauss egyetemi tanítványai, Leo Strauss a Chicagói Egyetemen volt egyetemi tanár, a Frankfurti iskolához tartozó zsidó német filozófus volt, aki 1938-ban kivándorolt Amerikába, Chicagói Egyetemen lett tanár, és ott külön növendékeket nevelt fel. Ezek
ezeket a lövendékeket évekig tanította. Na most sejteni lehet, hogy mire, mert hiszen a Leo Strauss-nak a szakterülete az a Niccolò Machiavelli volt. Na most, ha valaki tudja, hogy mivel foglalkozott Niccolò Machiavelli, akkor elgondolhatja, hogy mivel foglalkozott Leo Strauss. Na lényeg az, hogy ez a három társaság összefogott, ez akkor volt, hogy a vezető tehát revizionista, cionista, Benjamin Netanyahu először lett miniszterelnök, mert ugye eddig ötször volt miniszterelnök, de akkor volt először. És jelentkeztek nála a neokonok, meg a strausszisták, hogy segíti a munkáját. És ennek lett az eredmény, hogy létrejött először egy olyan tervezet, hogy Benjamin Netanyahu teljesen szakítson a békefolyamattal, stb. Nincs rá szükség. Aztán létrejött a Project for a New American Century. Ez egy csoportosulás volt, de azt a célt tűzte ki, hogy teljesítik Oded Giron, ő izraeli, hát mondjuk így, hogy Mossad szakértő volt, de ő is Mossados volt. Hírszerző volt. És könyveket írt. De írt egy nagyon fontos tanulmányt, Oded Giron, 1982-ben, amelyben azt írja, hogy Izrael hiába van atombombája, nem érezheti biztonságban magát egészen addig, amíg nagyméretű arab állam van mellette. Hát mondjuk Libanon nem éppen nagyméretű, hát Jordánia se az. De már Szíria igen, Irak igen, na aztán persze Irán. Szóval azt mondta, hogy ezeket az országokat fel kell darabolni. Na most ehhez a feldaraboláshoz egy hadseregre van szükség. És ez az amerikai, és ez a hadsereg nem lesz már, mint az amerikai hadsereg, az izraeli hadsereg erre nem elégséges. Na de ahhoz, hogy az amerikai hadsereget megcsinál, kidolgoztak egy tervet, hogy hogyan kell újjászervezni, kibővíteni, harcképesebbé tenni az amerikai hadsereget, de még mindig volt egy nagy akadály, mert az amerikai társadalom hát a békét szereti. Tehát nem szereti, ha mindig van valami háború, mert azért csak mennek oda, mert meghal, szóval nem szereti. És tehát leírták ezt 1999-ben tették. Azt, hogy egy olyan tervet kell kidolgozni, amibe az amerikai társadalom beállítódását átállítják. És ehhez egy New Pearl Harborra, egy új Pearl Harborra lenne szükség. Mi is volt Pearl Harbor? Az, hogy teljesen hamis módon, ugye a teljesen hát körülzárt Japánon senki sebe volt, és hiába több mint egy évig tárgyaltak, stb. Szóval mindegy, az egy kiprovokált háború volt, azért, mert Amerika így akart
a Németország elleni háborúba belépni a hátsó kapura, ahogy mondták. Hogy, mert olyan megállapodás volt, a hármas megállapodás, Berlin, Róma és Tokió, hogy akármelyik országot éri támadás, az úgy kell venni, hogy őt érte a támadás, és lépni kell. És ilyen alapon, hogyha megcsinálják a Pearl Harbort, akkor Amerika belépett. És ez így is történt, ez megtörtént. És tehát az egész Pearl Harbor egy színjáték volt, de rámett 3500 amerika katona. És néhány ilyen már elhasznált hajó, de 3500 katona, az az igazi. Ezért. Na már most Pearl Harbor. Vagyis New Pearl Harbor, mert a Pearl Harbor után az amerikai társadalom háborúval kapcsolatos beállítódása megváltozott. Már mentek harcolni. Na most mi legyen ez a New Pearl Harbor? Hát letették a doktori munkát. Nagyon jó munkát végeztek. Megcsinálták a New York-i házaknak az összeomlását. Ez a, tehát még egyszer mondom, a strausszisták, három csoport dolgozta ki azt a tervet, amit végrehajtottak, és ugye összedőlt két torony, aminek neki ment egy repülőgép. De egy harmadik is délután, 5 órakor ugyanúgy összedőlt, nem ment neki repülőgép, de szolidaritásból összedőlt. Úgyhogy ilyen körülmények között hát került sor arra, hogy végül is Amerikát rá tudták venni, hogy háborút indítson Irakba, Szíriában, és persze hát Libériában, Abesszinában. Szóval nem sorolom. Úgyhogy ezt is nagyon fontos tudni, hogy a strausszisták fogják eldönteni, hogy mikor lesz a jelenlegi ukrán-orosz háborúnak vége. Na most ennek az előadásnak is most vége van, mert valamikor kell, hogy vége legyen, nem? Vége.